Szülőknek és nagyszülőknek tartottak bemutatót pénteken, a héten tanultakról azok a gyerekek, akik részt vettek a Heimat német nemzetiségi tánccsoport táborában. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a legkisebbeknek az egyhetes foglalkozást. Az idén most már ugye 10 kispajtással voltunk együtt, vannak benne ovisok, és vannak benne első, második, harmadik osztályosok. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ügyesek. Nagyon-nagyon jó volt velük a hét, én bízom benne, hogy ezt ők is így érzik, és nagyon-nagyon lelkesek. A tánctanuláson kívül minden napra jutott valami más program is. Minden napra szerveztünk azért plusz programot, hétfőn kézműveskedtünk, kedden el voltunk a tájházba, ugye megnéztük a nációknak a szobáját, tehát mivel, hogy ugye német tánccsoport vagyunk, akkor azért a sváb oldalt is megnéztük, ugye a szép szobát, meg a konyhát, de természetesen a székely szobát is, a felvidék szobát is. Hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon élvezték a gyerekek, eddig legalábbis az összes ilyen kis plusz foglalkozást, akkor a szerdai napra terveztük, ha jól emlékszem, a Lerfádot ugye itt a városba megnézni a különféle kis helyszíneket. Na az valahogy most az idén így elmaradt, mert rettentő meleg van, és ugye pont a déli idő, ebéd után csináltuk eddig ezeket a portyázós mondjuk foglalkozásokat. Csütörtökön el voltunk a könyvtárba, ahol szintén meghallgattunk egy kis előadást, ugye az esőcseppről, kézműveskedtünk szintén, ilyen akvárium, a vízzel kapcsolatos dolog volt végül is, és akkor akváriumot készítettek a gyerekek, és hát a mai nap az meg úgymond egy kicsit talán a pihenő nap, mert rettentően nagy meleget fogtunk ki a héten, és azért úgy gondoltam, hogy akkor ma inkább többet játszunk. Természetesen ugyanúgy azért eltáncoltuk a táncainkat, nagyon ügyesek voltak, szóval azért három táncot úgy megtanulni a héten, hogy azt azért ilyen színpadi produkcióként elő is adjuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ügyesek voltak. Hát bízom benne, hogy azt a szülők is így fogják majd látni, és akkor reméljük, hogy jönnek tovább a próbákra is, ugye, mert alapból a heti keddi próbánk, ugye, ami van a kis csoportnak, most azért az utóbbi időben csapódott hozzánk három kislány, meg egy kisfiú, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk. A tábor azt a célt is szolgálja, hogy bővítsék a csoportot, és ezt évről évre sikerül is elérni. Egy hármas testvérpár, két lány, meg egy kisfiú. Ott azért a lányok már voltak egy-egy próbán, ismerkedtek velünk. A Matyi is beugrott, mert végül is azért próbáltuk egy kicsit úgy, meg nagyon sokat hallott a tesóitól otthon, hogy nagyon jól érzik magukat, tetszik nekik, amit csinálnak. És végül is ő is eljött. Ő mondjuk a héten szerdától kapcsolódott be, mert hát ugye neki még biztos egy kicsit idegen volt a dolog, de nagyon jól érezte magát ő is. Azt mondta, hogy jön táncolni továbbra is. Próbáltam olyan táncot, ami természetesen a koruknak megfelelő, mivel hogy ugye nagyon vegyes a felhozatal, ugye a 4,5 évestől a harmadik osztályosig, szóval azért úgy, hogy kivitelezhető legyen, természetesen életkori sajátosságokat figyelembe véve, de a táncoknál arra törekedtem, hogy a kárhorrák félregyűjtésből, ami kimondottan azért inkább ezek a gyermektáncok, körjátékok, ami kicsit ugye a pici korosztálynak teljesen más, meg máshogy is kell hozzájuk nyúlni, mint mondjuk egy rutinosabb korcsoportnak, akik ugye már évek óta táncolnak. A nagyokkal is tervezünk július 18-ától 23-áig egy ilyen kis
Hát, tánctábor. Akárhogy is próbáljuk, hogy nem az, de végül is az egy tánctábor. A picikkel holnap azért még elmegyünk egy ilyen meglepetés kirándulásra, amivel lezárjuk úgymond a hetet, és úgy gondolom, hogy megalapozzuk a jövőre nézve a kedvüket ahhoz, hogy igenis jöjjenek hozzánk, mert azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis közösség alakult így ki, és nagyon-nagyon támogatóak a szülők is.